Sziasztok! Július 13, csütörtök van. Beszeretném mutatni az eredményeket. Nézzétek meg, mekkorák ma a paprikák. Már holnap itt ezt a nagyobbat le is fogom szedni. Majd reggelire jó lesz. Paradicsomok. Ezt figyeld. Látod? Zegresről is ettem. Ez a fürtös paradicsom. Jó, magas lesz és sok lesz rajt. Ugye, amit magról ütettem, azok ugye összetörtek, úgymond a szél összetörte, de már van ezeken is valamennyi. Majd talán észhöz térnek. Na most még a málnáról akarok mondani. Na most, ami eddig rajt volt málna, mindezen a folytón termőn, illetve kétszer termőnek is hívják, vagy örökké termő, van ennek több neve. Ezen az első lefogyott, úgymond a két éves tövek. Mert ugye minden második éves tőről jön a termés. Na most, ez idei, az idei viszont majd, nézd, most jön majd, július, augusztusba. Tehát a második, ami a második letermette, azt mindjárt ki is vágtam. Ezt megettük és kivágtam. Ezek a frissek. Ezek a friss hajtások. Na most. Ugye, ez az egész évben termő, most porzi be pontja, pont a izé a méhe, nézd. Ott a méh rajt. Na, tehát amikor ez is letermett, mondjuk július-augusztusba, addig vágod vissza ezt a folytott termőt, ameddig rajta van a termés, amit leszedtél. Látod? Na! Figyeld! Látod, az az utolsó, ott is lesz. Az az utolsó, ha letermett, levágod. Ugyanígy. És jövőre alul fog teremni. És akkor két éves lesz, akkor meg kivágod. Na most, elmagyaráztam. Tehát ez meg az egyszer termő. Nézzétek még, mi a különbség az egyszer termő. Ezeken nincs hajtás. Ezeken majd jövőre lesz. Tehát majd jövőre. Akkor lesz. Ez már egy éves, két éves. Na most, itt is, ami már letermett, a szépen, látjátok, kivágtam. Tehát nyáron is lehet ám ezt kivágni. Ahogy letermett, ezt ki kell vágni. Tehát ez tőből. Tehát az egyszer termőnek, ami letermett, az tőből kivágod. És helyette sok évig jönnek bele ilyen hajtások. Azt mondják, hogy a 150-180 cm-nél legyen magasabb, annál magasabb levághatod, és majd szépen leágazik jövőre. Na, tehát a folytortermő, a kétszer termő, vagy nevezhetitek akárminek, az kétszer terem. Egyszer fönt, egyszer lenn. Ez meg egyszer telem, egyszer szeded le, elfogyott, kész. És akkor azokat az elszáradt részeket mindjárt ki is vághatod. Húha, most én mást is vágtam ki, de elszáradt részeket. Tehát ilyen letermett. Látod? Nézd oda, még van rajta. Látod? Na, letermett. Ilyen lesz.
Eszáradt. Kivágod. Na. Aztán majd helyette szépen fog ilyenek nőni. Most azt mondod, ezt miért vágtam ki, mert zöld? Azért, mert ha túl sűrű, az se jó. Legyen közte azért egy kis a kis levegőzés, meg ne legyen betegségben, tudod, megpenészledik. Tehát így legyen ilyen. Legyen ilyen ennyibe. Elég ez is sűrű. Nézd csak, ebből is lehet majd még vágok. Össze is megcsinálhatod ezt. De azt mondják, ezt nyáron is meg lehet csinálni, mert ha ez az egyszer termő már leérett, azt azonnal kicsaphatod. Egyébként már majdnem magát ki is törik. És akkor ilyenek lesznek, hajtanak már a következők. Na, ugye, az egész évben termő, majd szépen mindegyiknek megjelenik itt a termés, málna rajta, megérik, mindegyiken lesz egy 15-20 szem. Nézd meg, ott is. Úgyhogy ezen még, ebbe az évben még egyszer eszünk. És ahogy elnézem, jó lesz a termés rajta. Na hát, ugye a paradicsomot mondtam, a paprikát mondtam, málnát is mondtam, a ribizlit, azt majd megnézem én is a neten, azt mondják, azt is szokták metszeni, mert ugye ez is bogyós, hát ezt már leszettük ezen, ez a kettő bokor, ez fekete volt, itt meg piros volt, ezt leszettük, még valamit megmutatok. Na, hétvégén leszek egy hónapos a műtét után. Á, most test csináltam ezt a kis tartót. Látod? Na, itt most könnyen, így magasan lehet fulót érezni. Hanem itt minden. Na, de a bucsuba. Hova tettem? Na, megvan. Na, kérem szépen. Ez az én paprikám. Meg elkeresem a paradicsomomat. Aha! Így van. Tehát... lugas, fürtös paradicsom. Amit mutattam, szép nagyok lesznek. Nagyon sok lesz rajta. Érdemes ilyesmit venni. Hétvezér TV paprika. Ja, meg Antal TV paprika, most nem tudom melyik. Kettő hétvezér van, azt hiszem, egy Antal. Ja, a csúcsossak a hétvezér paprika. Ahogy elnézem, a kép mutatja. Ja, meg a többi. Igen, az mindegy lugas fűtös paradicsom. Ja, igen, mert két hétve, egy Antal volt, két hétvezér paprika. Hogy mondom, mi a különbség majd, akkor látom meg, amikor már jók, nagyok lesznek. Úgyhogy ennyi. Ezt akartam mondani. Na. Majd nem sokára, már közeledik az utazás. Aztán majd gyönyörű helyről bejelentkezünk ám. Úgyhogy egyelőre ennyi. Majd a fiamat meg kell kérni, mert még nem ilyen nyújtszka hátom a fűnyírót, mert hátra felszakadok. Mondom, még csak egy hónapos leszek, úgyhogy háló van belém ütetve. Úgyhogy, de már hétvégén nem megyünk strandra. Most már azért úgy nézem, lehet. Doki megengedte. Na, szárbusztok. Jó nyaralást, aki megy.